Újabb hosszú buszozás következik a München környéki Mühldorfig. A 18 000-es bajor kisváros, a barátom barátja, az én barátom is alapon került kapcsolatba az erdélyekkel, hiszen mindketten Cegléd testvértelepülései. A magyar városban találkoztak jóféle borok kóstolgatása közben. A sikeres beszélgetés eredményeképpen a bajorok egyszer csak megérkeztek Erdélybe egy tökéletesen felszerelt tűzoltókocsival. Az ajándékot a székelyek, a kórus és a helyi tűzoltó zenekar produkciójával köszönték meg. Bin regelmäßig in Siebenbürgen. Seit einigen Jahren fahren wir nach Oderhees, Segresk und sind erst im Frühjahr gewesen im Narzissenfest im Lahitzer. Und da ist es entstanden, dass das Orchester und der Chor auf ihrer Reise nach Brüssel, nach Mühldorf kommen und hier eine Station machen. A város polgármestere láthatóan nem bonyolódott bele a történelem és a Kárpát-medence bonyolult etnikai térképének elemzésébe. Ezért aztán hatalmas román lobogókat húztak fel a Folkschule elé, és a díszvacsorához előkészített asztalokat és piros-sárga-kék pántlikákkal díszítették. Semmi gond, mondta Karnagy, és előreállította a kórusban a Kelláru testvéreket, a szentegyházi rendőrlányait. Este foarte frumos. Acum am ajuns, dar ne place foarte mult. Seamănă un pic cu România, dar totuși e diferită, fiindcă e mai dezvoltată. Suntem comune rude și ne-au invitat acum cu ajutorul Parlamentului din Ungaria. A bajor fővárosba éppen az Oktoberfest nyitó napjára sikerült megérkezni. Így a várost ellepték a drindlés és bőrnadrágos helyiek. A Karnagy különösen örült a látványnak, hiszen elmondhatta csapatának, ha a gazdag németek büszkék népviseletükre, akkor a székely ruhát sem kell szégyelniük otthon, kamaszbarátaik előtt vagy másutt. Münchenben kulturális program volt a Deutsche Múzeum különféle részlegeinek meglátogatásával. Az interaktív technikai kiállítások mellett a Hangszermúzeum is lenyűgözte a gyerekeket. Olyannyira, hogy a betervezett másfél óra helyett kétszer annyi időt töltöttek az intézményben. Utána már csak egy óra maradt szabad programra, és a szentegyházi fiatalok fegyelmére és jó tájékozódási képességére jellemző, hogy mind a 140-en időben visszataláltak a Marienplatzra. Annak ellenére, hogy az együttesből többeknek ez volt az első külföldi útja, és a többség még soha nem járt az úgynevezett nyugaton. Este a Szent Margit templomban főként magyarok előtt van a fellépés. Itt Münchenben mindig nagyon sok magyar élt. A magyar történelem viharai során nagyon sokan menekültek erre, akár a II. Világháború után, 1956 után, aztán kiváltképpen München volt a központja a magyar emigrációnak, de a legújabb időszakban is, már a rendszerváltozás óta is nagyon sok magyar próbál, és szerintem talál is szerencsét itt Bajorországban és Münchenben. Jelenleg körülbelül olyan 20-30 ezer magyar él, akik többé-kevésbé a kapcsolatokat egymással is keresik és fenntartják. Másrészt egy fontos bázis a magyar katolikus misszió, és talán nem szerintelenség azt mondom, hogy a főkonzulátus is igyekszik egybetartani megfelelő tájékoztató és kulturális programokkal. Thank you.
A számomra nagy megilletődés és valóban nagy meghatottságot jelent, hogy végre hazánknak, a nemzetünknek a fiai elindulhatnak Európában, és járhatják az egész Európát határok nélkül, és terjeszthetik, hozhatják a mi magyar értékeinket, a magyar népi zenét, azt az amatos beszédet, amelyet ma is hallottunk, és megismertethetik a nyugati világgal azt, hogy nekünk is van kultúránk, és ez a kultúra nem is akármilyen kultúra. Én nagyon jól tudom, hogy ez a turné, amely Brüsszelbe vezet, a népeket mint egy összekapcsolja. 30 évvel ezelőtt, amikor beléptem ebbe a templomba, akkor még nem gondoltam, hogy ilyen szép élményben lesz része, mint a mai estén, hiszen egyetlen magyarral találkoztam ebben a templomban akkor, Árpádházi Szent Erzsébettel, és akkor rögtön eszembe jutott, hogy itt már nem vagyok elveszve. De akkor még nem gondoltam arra, hogy valamikor ebben a templomban magyarul fognak énekelni, magyarul fogják zengeni a magyar himnuszt, a magyar szép, magyar népi énekeket, és hogy itt több mint 150 székely gyerek magyarul ad elő. Éjszaka egy újabb, ezúttal közel 12 órás autóbuszozás következik. De a Karnagy nem aggódott. Szerinte az otthoni energia még tart. A gyerekek jól bírják a hosszú út fáradalmait. Brüsszelben, a városközpontban lévő hatalmas templomban, a Szent Mihály és Szent Gödül székesegyházban lépnek fel. Már olyan Brüsszelben, hogy 150 székely gyerek énekelt a katedrálisban? Hát ilyen még nem volt. Gyerekkórusok jönnek, főleg Franciaországból, de Brüsszelben is, Belgiumban is vannak gyermekkórusok, egynemű kórusok, vegyes kórusok, de hát ilyen hangulatban, ilyen zenekarral kísérve, ilyen létszámban, ilyen lelkesen, hát ilyet még nem hallottam. Elejövök, én meghallgatom őket itt a Szent Michel Gödül székesegyházban, de ilyenre még nem volt példa. Csodálatos volt. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy ezek a gyerekek eljöhettek ide. Szerintem többet ér ez az egyórás koncert, mint meg annyi konferencia. Igazi követei ők, nagykövetei a magyar kultúrának, a székelységnek. Úgyhogy amikor ezek a gyerekek itt a székely ruhába felsorakoztak, akkor mindenkinek nagyot dobban a szíve, olyannak is, aki talán nem ismeri a környéket. Külön örülök, hogy egy újságban leírták, és azt itt előtte szétosztották, egy angol nyelvű újságban, hogy kik ők, mik ők. Úgyhogy szerintem holnap a belga parlamentben is nagy sikerük lesz, és biztos vagyok benne, hogy holnap délelőtt az Európai Parlamentben is.